Sziasztok, jutikások! Hello! Hello, nagyon nagy horror szokban leszünk most! A zenét nem tudom lehallgítani, hát ez fantasztikus. Krista, nagyon szépen köszi megint és még egyszer a dupla subgiftet, köszi. Na most már viszont csak pár helyszín van vissza a játékból, és végre kész. Az még egy 200 óra, nem akarsz? Azért rendesen konkrétan iszadok. Jó, ezt a zenét lejjebb kell venni, mert ordít. Szóval start! Start, megnézzük, hogy vasszis szere van. Az ott micsoda? Ez itt. Ja, a másik mikrofonon belóg. Ezt kivesszük innen. Most ez nem kell nekünk. A játékban használhatod a mikrofonon... Micsoda? A játékban használhatod a mikrofonodat, ezt a mechanikát feliratok olvasása közben lehet alkalmazni, hogy szimulálja azt a élményt, hogy az adott jelenetben, vagy a jeleneteket átélő személy vagy. Egyszerűen tartsa lenyomva az alt billentyűt, miközben mikrofonba beszél. Nyit maximo! Azt a kurva! Nagyon szépek, köszi a 23. hónapot! Egy hónap és két év, az igen. Az igen, madárcsicsi. De is mondd a madárcsicsergésben, azt hittem, hogy fasz kapok. Reggel fél hatkor feküdtem le, és persze nyitott ablak volt, és úgy csicseregtek a madarak, hogy azt hittem, kimegyek, és közéjük baszok valamit. Úgyhogy igen, madárcsicsergősök voltak. Nyit maximo. Nagyon szép, megköszi a 23 egész hónapot. Azért az már nem piskóta. Köszi, nyit max testvér, köszi. Köszi. Szóval, hol tartottunk? Egyszerűen tartsa lenyom az alt billentyűt, miközben a mikrofonba beszél, azután engedje el az alt gombot, amikor befejezte a beszédet. Ezt a funkciót az entitásokkal való interakcióra is használhatod, de ne feledd, hogy ez egy opcionális mechanika, és nem befolyásolja a játék tényleges történés a menetét, kizárólag magával ragadó és realisztikus játékmenetet szolgálja. Hát akarunk mi használni a mikrofont? Szia Veroni, és szia Ironside! Hello, szia! Még szép? Igen? Na bazd, most vettem el innen. Köszi srácok, köszi. Köszi csók nektek mindenkinek. Azt a kurva, de hogy izzadok. Semmi baj? Dátum 2006. január 15. Felhívást kapott egy potenciális ingatlan eladótól az említett ingatlan meglehetősen kedvező áru. Valahol egy erdei vidéki területen. Az ügyfél neve mi a fasz? Jézus Sabsz! Ingatlan ügynökök leszünk most. És bebaszták a vonatot, nézd meg. Devertigo! Neked is nagyon szépen köszi a 4. hónapot. Mi a szar? Nagyon szépen köszi srácok, mindenkinek csók. Puszi. Mindenkinek. Állítólag valami gusztustalanul meleg nyár, az fasza. Örülök neki. Nagyon. Köszi. Az ügyfél nem közölte velem az épület pontos helyét, mondja itt a fiatal ember. De érték, hogy nagyon szépen köszi neked is a 4. hónapot. Említette, hogy ez egy igazán különleges épület, kíváncsi vagyok, hogy mit ért különleges alatt. Jó, most megyünk. Megyünk itt a brüm-brümme. Az ügyfél neve mi a fasz? Hát ez így jött ki most. Ez így jött ki. Nagyon szépen köszi a vonatos srácok. Krisztának is a dupla szúgiftet, Nyit Maxnak is, és de Vertigónak is. Köszi. Csók, puszi. Hígeci. Az igen, aztán itt vannak izék. FPS problémák, hölgyeim és uraim, oda nézzé. Hí, azok el is szédültem. Jó, nagyon jól optimalizálva a játék, az kell, hogy mondja. Hűha. Na várjuk. Nincsen opció. Nincsen olyan menü, hogy opció, de ez most komolyan. Veroni, nem kapcsolom ki a vészinket. Veroni drágám, mert akkor meg csíkozódni fog. Te ilyen izé vagy? Specialista? Vagy mi a fasz? Veroni a specialista most. Amikor kint van 42-en álltok, a konyhában van kb. 55-60, nem?
Ja, hogy Iron Set a kérdez. De mi ez, hogy nincs opció, hogy vissza kell lépni a főmenübe? Hát hülye vagy? És mi ez a fölbontás, bassz meg? Potétó. Isten, de nem lehet, itt nem tudsz kapcsolni semmit. Ez egy rakás szar. Elnézést, semmi baj. Jó, akkor még egyszer. Igen? Na, annyira megyünk, hogy ez így be is fagyott. Amúgy. Jól kezdődik. Adottam egy DC-re játékot, ami neked készült, és péntek óta nem alszok miatta. Micsoda? A felvidék? Gond biztos, hogy arra gondolsz. Nem láttam még, de tudja, hogy azt kitted be. Nem. Survival, Looter, Shooter, MMO, az, azt a kurva. Na vártok, mert ez örökre befagyott ez a játék, eddig nagyon jól kezdődik. Eddig fasza. Eddig nagyon fasza itt a történés. Semmi baj, megpróbáljuk még egyszer. Imádom ezeket a horror játékokat amúgy. Minden, ez így van. Ez így van. Lehet, hogy aztán helyreáll amúgy ott FPS. Ki tudja, mert mindjárt meglássuk. Mindjárt meglássuk. Azt mondja, hogy kell nekem ez. Néhány ezekben a horrorszjátékokban van ilyen, hogy nem működik nagyon jól. Valahol az erdély vidéki területen. Na most meg itt vagyunk. Az rendesen gyöngyöződik a homlokom, lássátok, hogy csillog, geci. Hát már ez már izzad, rendesen izzadok. Faszomot. Szörnyű. Hozom azért ventilátort. Na, hát így fogjuk, akadozni fog, meglássuk, hogy így milyen lesz. Szóval mi ez? Once human is now open for pre-registrations. Aha. És milyen nézetben vagyom úgy? Nagyon szépen köszi a vonatot, srácok! Köszi mindenkinek, aki itten hozzáadott valami nagyon szexit. Köszi. Köszi mindenkinek. Pusz. Na, idáig előbb is állítottunk. Hát, szerintem ez majd FPS, ez majd így helyre rakja magát amúgy. Basszunk rá, majd elindulunk, aztán lesz valami. Ha nem, akkor meg kapja be. Jó, elég problémás. Picit szédülök amúgy. Lehet, hogy csak erdő része ilyen. Azt mondta, hogy ez a ház való erre felé van. Mind a Divisionbe? Aha. Majd nézzük, mennyit eszik az grafikus. Halló? Ez mi a szar? Ezt én mondtam? Igen. Ezt én mondtam. Ez mi a szar? Jó, ez mi ez? Miért hallom vissza? Jó, nagyon érdekes horror játékot választottam, én úgy látom. Nagyon remélem, hogy nem találkozom medvékkel, vagy bármilyen vadállattal. Aha.
Jó, meglássuk, hogyha bemegyünk a házba, mert amúgy, hogyha eljutunk oda a házhoz, ugye, akkor valószínűleg a te FPS helyreáll. Aha. Nagyon kíváncsi, hogy a eladó miért döntött úgy, hogy eladja ezt a ingatlan. De ez amúgy, ez eddig kurva érdekes, hogy végig kell jönnünk a erdői úton, érted, ide a ingatlanhoz. Amúgy ide följöttünk. Miért nem jöttünk fel autóval? Most nem is tudom, mert nem is arra figyeltem. Pedig itt van egy ilyen autóút. Igen, az a nagyon fini-fini gombáskák van. Amikor megállunk, akkor minden rendben van. Jó, ez ugye most, ez is most jelent meg, ez a Horrors. Nemrég. Hát, vannak gondok azért. Nem hiszem, hogy ez a helyes út. Oké, okay, fasza. De legalább nem csíkozódik a kép, érted? Öröm a ürömbe. Szóval lehet beszélni a játékba. Így. Így. Azok, hogy izéja, nem csíkozódik a kép, de csillog a feje. Beszarok. Hú, ventilátort be kell hoznom hónap. Ez egy kiváló helyszín, egy fejlesztendő ingatlan számára, a hangulatos pihent. Aha. Tényleg az. Ez egy nagyon jó horrors játék. Fél órát sétálunk erdőbe, mire odaérünk a helyszínre. Szerintem 10 FPS-sel halad. Várj, itt van egy sátor. Nézd meg, valaki itt sátorozott. Várj egy kicsit, ez egy kemping. Úgy tűnik, mintha valaki más itt lenne. Jó napot kívánok! Valaki? Itt van? Halló? Aha, úgy tűnik, hogy itt hagyták. Most azért nem mondom azt, hogy olyan jól néz ki az erdő. Értem, hogy embereknek kell a pénz. Ha csinálnak egy játékot, mert úgyis mindenki nagyon sok horror játékot csinál itt a Unreal Engine alapján. Értem, hogy kell a pénz, meg minden faszom, de minek kell így kiadni egy videójátékot, ezt mondjátok el nekem. Most, hogyha ilyen nagyon erdős játékot akarok mondani, például a Forestot, vagy Sons of the Forest például. Azt mondja, nagyon fáj a feje. Le kéne szundítania. És tüzet raknia. Aha. Szóval a Sons of the Forest, ami kurva jól nézett ki, és nagyon sok textúra és erdő meg minden van, és egyáltalán nincsen az semmilyen FPS drop, érted? Tüzet gyújtunk most. Fasznak kell kiadni így egy játékot, én ezt nem értem. Igen, gyújtottunk tüzet, és most ennyi, mehetünk aludni, nagyon fasza. Jó, akkor gondolom, persze, aludjunk egyet, mert nagyon fáj a fejünk, ezért majd sötétben megkeressük a házat ingatlan ügynökként, nem? Vagy izé, vagy most mi vagyunk? Aha, persze, hát hogy ne. Ez fantasztikus. Aha, helyre állt el. Mi a fasz? Bassza meg, vissza kellene mennem a kocsimhoz. Olyan rohadt sötét van. Fasz a flashlight, tetszik? Jó, most szerintem menjünk vissza a kocsihoz, vagy... Jó, inkább haladjunk a faszomba egyenesen. Én a mondó vagyok. Kezdődnek a problémák. Lehet a kapcsoljunk pulzusmérőt? Izzadásmérőt kéne kapcsolnom, olyan van. Connected. Nem úgy, hogy connected ott. Semmi baj, kiugrott a számból. Meleg van, csuszik. Csuszik. Basz meg! Elnézést. Azt mondja, hogy ott is van a pulzus, nézd meg. Meg miért vagyok olyan messze? Várjál. Így. Ezt oda. Mi a fasz?
Te húgjál, köcsök? Köcsök, bagoly, majd beszartam. Te butus. A hangok jók, vagy hangosítsak? Hangosítok, hogy azért ne legyetek olyan izébe, érted? Jó, a cigi is kiugrott a számból. Na haladjunk, meg kell találni a házat. De ez, meg a másik dolog, hogy most még picit szidjam ezeket a játékokat, érted? Az egy dolog, hogy még FPS droppok vannak, érted, meg mindent. Micsoda ostoba hiba egy idegen sátrában aludni. Jó, ezt már mondod akkor, amikor már főkelti. De mi az, hogy nincs a opció, az meg a játékban, érted? Opció, beállítások. Ilyenkor, amikor már bent vagy a játékban például. Próbálok neked beta kulcsot szerezni a Once Humanhoz, szóval csak fél füle vagyok, ha keresnél, mert három stream futsz. Azt a kurva, olyan szépen köszi, nyit Max, köszi, köszi. Nagyon fasza vagy. Semmi baj, valaki itt most mocorog. Kicsit ijesztő itt lenni egyedül, hát amúgy ja. Főleg ilyen lófasz fény mellett. Tuti valaki belejállánk szánkba, arra számítsatok. Még ilyen olyan, hogyha oldalasan mennék amúgy. Mint hogyha oldalasan haladnánk előre, bazd meg. Mint hogyha nem egyenesen vagy. Úgy jó van, bagolysz. Húgjál, hogy mi a fasz ez. Várjuk, visszatértem ahhoz a fához, ami... És jó felé megyek? Gondolom, holnap folytatom az ingatlan keresését. Jó, erre van autónk, fixen. Erre a fára emlékszek. Szevasz Alexovics, hello! Srácok, ti sétálnátok így erdő közepén, bazd meg? Egy kibaszott flashlight-tal? Sötétbe? Én egyszer voltam így erdőbe, csak akkor csajja voltam. És már rúgattam jobbra-balra, úgyhogy nem annyira... Hova faszomba kell menni? És szakadt első, úgyhogy más nem hallottam. Már itt vagy, ott a út. Vagyunk vissza. Te lámpa nélkül szoktál járni erdőbe? Te neked nagyon nagy faszod van. Aha, hangulata az van. Én is érzem. Mindjárt beszarok. Olyan hangulata van. De nincs ilyen... Pasz meg! Egy szarvas! A sötétből fut felé egy szarvas! Semmi baj. Semmi baj. Itt volt egy szúnyog a falon, aztán leordítottam. Csak annyi történt. Hú, vasz meg! Még... Jó, hogy nem a mikrofonba ordítottam. Keresd be a kocsidat. Benyomtam a H betűt és elkezdett riasztani az autó. Aha. Hopp! Baszik, itt van egy ház! Na várj, de mit keres itt tartom a háznál? Oké.
Menj jobban még egyszer. Most már nem műkszik. Na. Fú, de meg fogunk pusztul. A kurva bagoly! Nagyon hangos ez a bagoly. Várj, hol vagyok? Biztos vagyok benne, hogy ez a visszaút, de hogy került ide az épület? Ez jó kérdés. Ez ilyen, izé, házaló, érted? Házaló épület, magától járkál jobbra-balra. Nem félek semmitől! Egyáltalán nem félek erdőbe. Főleg, hogy szembe futkároznak vele majd ezek szarvasok ott autóm. Jó napot kívánok! Húha! De te hülye vagy? Te hülye vagy? Hogy mi az, hogy előbb meg kéne nézed a birtokot, mielőtt elmész? Faszomat, húzzunk a picsába! Persze. Biztos emberek 100%-a, 90%-a tudja, hogy visszamenne a birtokra. Full sötétbe. Egy zseblámpával a kezedbe. Tuti. Meg ennél jobb sztorit nem lehet kitalálni, bazd meg. Fú, most nagyon mérges vagyok erre a játékra. Te még ne húgjál. Ugyanolyan mérges vagyok, mint amikor belenéztem a Demonologisztak új pályájára. Jó, be kéne menni valahogy a birtokra. Kurva ez a házam úgy. Ott a bejárat valószínűleg. Mi van, ha ez az ingatlan, amiről az eladó beszél? Mi? A hospitals? A pszichiátriai hospitál? Ez az ingatlan? Persze, menjünk be a pszichiátriai hospitálba, érted? Fú, sötét van, ami le van lakatóva, 8 lakatta, hogy ide benne gyere. Persze, hogy zárva van. Igaz, van egy feszítővas a kocsimban. Most szopadtok? Mi az, hogy keressen meg autón? Tudom, hol van autón, bazd meg. Jó, igazi szopatás van, csak mondom. Jó, megkeressük autót, mert azt mondja a játék, keresem. Semmi baj. A kurva bagoly! Bagú! Jó, ezt most nektek üzentem, ezt a vonyítást most. Jó, most megyünk a autóhoz. De mit? Hello. De várj, de mit volt autóm? Hello. A feszítővasér. De mi a fasz? Hát itt van... Nani? Mi szar van? Ó Istenem, hol a kocsim? Esküszöm, hogy itt parkoltam le, vissza kellene mennem abba az épületbe. Ti is érzitek, hogy szopadtak?
Jó, a kocsimat valaki elvitte. Valószínűleg a épület most már ki lesz nyitva. Egyre jobban azt érzem, hogy nem szeretnél bemenni ide. Eddig se akartam, de muszáj lesz. Semmi baj, Bagú, ezt már nem szartam be. Jó, állat. Aha! Aha! Eltűnt. Eltűnt a lakat. Semmi baj, már nincsen lakat. Most már be tudunk menni. Hú, nagyon passzá. Meddig tartott ideig? 26 perc. Nyitva, megnézed, ha mennyi ideig tart ez a játék? Szokás szerint. De akkor nekem mennyit fog, tudjátok. Na gó, befelé nézzük meg, hogy vasziszere, milyen pszichológiai esetek vannak itt. Shift. Bönt is vagyunk. Aha. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben ez a hely olyan réginek és hátborozongatónak tűnik. Csodálkozom, hogy korábban elsétáltam el hatalmas épület mellett. Fú, van egy játék, amiben ez a hospitál benne van. Most nem tudom, melyik játék az, de egyik horror játékban ugyanez a hospitál benne van. Itt ilyen, ilyen csúszómászó babák vannak itt azon abban a játékban. Mi a fasz? Srácok, mondjatok valamit itt a csetlen, mert mindjárt összeszarom magam. Tudassátok, hogy itt vagytok. Beszélgessetek velem, mert ilyenkor én ezt nem bírom idegileg. Kezdek minél idegesebb lenni. Adjatok jelet. Show yourself. Jó, itt le van lakatóvá a helyzet. Director's office. Hát, az meg múltkor is ebben. Aha. Azaz nyit mag. Kapcsolod a szirénát. Adjatok jelet. Tudassátok velem, hogy itt vagytok. Beszélgessetek velem. Kérdezgelődjetek, meg ilyenek. Egymásról is beszélgessetek, tudjátok, hogy van ez? Vagy lássam, hogy itt vagytok, mert hogyha... Azt... Take me! Evej! Menjek innen-e! Mert ilyenkor nagyon be vagyok fosva, és így... Ez így nem jó. Túlságosan egyedül érzem magam. Azt a büdét, oda nézzé! Nagy ágytálak itt vannak, még tele van húgyozva. Aha. Jó, valószínűleg emeletre fog kellene fölmennünk, mert összes ajtó zárva van. Nem tudom mit ki... De amúgy ezt... Esküszöm, csinálok én is egy horror játékot. Megveszem a Unreal Engine-nek ezeket a pályáit, és össze... Halló? Jó napot kívánok, maga kicsoda? Elnézést. És miért néz engem úgy, mint valami kukas? Hello? Ja, hogy az egy bábú? Aha! Aha! Hoho! Ja, jó van akkor. Visszállt. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy össze kéne rakni egy jó horror játékot.
Hello, van itt valaki? Amúgy ezt kéne nekem is beszélnem, nem? Hogy hello? Hello? Van itt valaki? Van itt valaki? Várjátok, lenémítom magam. Van ebben a kecikó szerájban valaki? Uré! Uré, uré, uré! Can you hear me? Elnézést, ki kellett próbálni a mikrofont. Hello? Perform productores... Productoresok vannak itt most. Így kell főkettelni mindenkit, lássátok? Majd benyögök itt a mikrofonba. Gondolják itt a szellem, hogy ki ez a porthávos köcsök. Szevasztok, kész! Szia, Tókin. Szia, Tókin. Hallottad ezt, hogy köszöntöm neked itt a... Itten, itten, da. Gondolják itt, ki ez a ökör, aki itt ordibál? Mi a fasz van itt? Van itt valaki? Van itt valaki? Can you hear me? Can you hear me? Show yourself! Show yourself! Ah! Ah! In nomine Patris Noster! In nomine Patris Noster! Szia, Nicolettus! Hello! Mutasd magad! Mutasd magad! Húj örökre, hogyha nem jössz most elő, köcsök! Húj örökre, hogyha nem jössz most elő, köcsök! Hello! Ez kurva jó! Jó, de most hova a faszomba kell venni? Várjatok már, most... Igen? Ez a bedroom. Igen? Az ajtó zárva van, nagyon jó. Fáj a lukam. Fáj a lukam. Orvost. Orvost. Orvos bácsit akarok. Orvos bácsit akarok. Ez a punishment cell. Punishment cell, nézzük meg. Lecsúsztál két kulcsról? Na bazd meg. Kit keresünk? Fogalmam sincs, Nicolettus. Fogalmam sincs. Bejöttem ebbe a elmegyógyóba. Pszichológiai faszom tudja mi ez, és azóta még nem találkoztam senkivel. Mi ez a séta? Hát fuss el már. Jó, lemegyünk a fölszintre hátha. Fogalmam sincs, hogy kit keresünk. Majd aki megjelenik. Halló? Halló? Nem tudom, milyen beszélő beszélek a mikrofonba. Van itt valaki? Van itt valaki?
elrakom messzire, nézzük meg. Itt lehelyezem ideje. Halló! Halló! Szia Jóska gyerek, halló! Halló, halló! Halló, halló! Can you hear me? Can you hear me? Szopolesis! Szopolesis! Ha már csak elindítom a streamet, az elmegy úgy? Hát van benne valami amúgy. Igen, szia Jóska gyerek, hello! Jó, ez be van zárva itt örökre minden, mi a fasz? Ezt kell megtekerni. Director's office. Mi a szar? Lehet, hogy ott a bábukkal kéne csinálni valamit? Csak én onnan eljöttem. Azt mondta a játék, hogy beszélgessek itt a játékba. Hogy adja ki hangokat, meg ilyenek, hát már szétnyögtem egész területet. Be kéne nézni a ablakon, hogy megijesszenek. Az hülyeség, nem? De benne van a pakliba. Kinyílott eddig ez. Haló? Haló? Pont horrorszat játszok most. És itt a mikrofonban beszélgettünk. Na gyere! Ki van itt? Nézzétek meg itt! Hello! Na most, hogy szétdurrantod nekem itt a billentyűt, lehet kikapcsoljuk a streamet is. Na ott vagy benne. Streambe. Na, add vissza nekem. Ne oda dobd le. Na, az a mikrofon beszél valamit, mondja itt a srácoknak valamit. Na. Nem csinált vissza? Nikolett az üdvözöl meg, Alex. Pápá. Na, szevasztok, hello. Hirtelen látogatás. Na, hol tartottunk? Mert itt lekapcsoltam gyorsan a billentyűt, mert minden szart. Na. Meglátogattak éle egyenes adásban, nézd meg. Szia Cuki, és most a kislányra gondoltam. Gondolom nyitmak. Gondolom, hogy nem rá. Milyen kulcsot szedtem föl? Valaki tudja, mert pont nem figyeltem, milyen kulcsot szedtem föl, de mindegy. A lényeg az, hogy felszedtem valamiért. Ha. Plusz 5 néző instant. Én élvezem a legjobban ezt, hogy lehet így beszélni a játékban amúgy. Szevasz Dávid, szia hello! Szia Dávid, szia hello! Hello Dávid, hello Dávid. Oh, 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 oh. Itt egy lakat, itt egy lakat.
kinyitom, kinyitom. Ezt már nem bírom idegileg, bassz meg. Igen? De fölöltük ezt a kulcsot, nem? MSB streamet indítani, bassza meg, kétségekbe. Micsodára? MSB, az mi a fasz? Jó, ez ajtó nem nyílt. Hol volt még ajtó, amit ki tudok nyitni? Na várj, mert már szétrolkodtuk ezt a streamet teljesen. Magyar streamer bajnokság. Most mi van? Magyar streamer bajnokságra streamet indítani, bassza meg. Kétségekbe hajt, szólsz itten. Jaj, van valami C2 magyar bajnoksági, és most engem nézel az helyet? Hát még szép. Ott nem énekelnek ilyen szépen, érted? Hopp, ez kinyílott. Egy cica, két cica. Kettőt? Na hát akkor meg. Easy. Ja, hogy ezt úgy kell nyitni, mint a faszbofóbiába ajtót. Ja. Aha! Itt van a kádos történetünk. Olvasd el a jegyzetet. A gyertya. A gyertya. Fénye az árnyékban. Fénye az árnyékban. Közel van. Közel van. A fények kialudtak. Fények kialudtak. A sötétség kitisztult. A sötétség kitisztult. A sarok ölelésében titkok bontakoznak ki. Sarok ölelésében titkok bontakoznak ki. Mondd ki a szavakat. Mondd ki a szavakat. Hadd meséljen a mese. Hadd meséljen a mese. Ezt most el kéne mondanom latinul, ezt a szöveget? És most valaki meg bassz. Jó, akkor most figyeljetek. Tu cui oblitus es nunc liberest. 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 Halló? Halló? Van itthon valaki? Van itthon valaki? Titanic, Titanic. Jó, nem mászik ki ebből a kádból valaki? Jó napot kívánok! Most itt valaminek történnie kellett volna szerintetek? Lehet ki meghajtani, hogy Cyberware-nek vártok. Lehet, hogy rosszul mondtam ki? Ez szexkád? Azért meg ki lehet kötözni? De azt mondta a játék, hogy független attól, hogy beszélünk-e, attól függetlenül nem, sima beszéd nélkül is működnie kell. Ja. Tu cui oblitus es nunc liberest. 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 Szevasz Felix-e, szia, hello! Felix-e. 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 Füstöl a mikrofonom, Dick. Fölgyújtottam. Ferike, 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 szia Ferike, szia Ferike. Jó, ez zárva. Halló? Halló? Van itthon valaki? Van itthon valaki?
Ondo, Kondo, Sondo, Pondo, Prondo, Pondro. De itt most mi a szar van ebben a videójátékban, hölgyeim és uraim? Szeretném ezt most ezt így megkérdezni most. Kimondtuk a nagy szavakat. Ilyenkor elindult a Demons, vagy mi van? Direktoros, officeos. Davis testvér, este itt játékok szóra leszel majd? Lehet visszafele kell kimondani a latint. Hát de még előre fel se tudtam, hogy visszafelé. Jó, mindegy, fölmegyünk itt a második lépcsőn, nyugodjatok meg. Itt volt a izé, leselkedő. Aha! Ja nem itt van még, jó. Ma még ijedtem, hogy nincs itt. Az baj lett volna, ha nem lett volna itt a leselkedő. Itt szakom, mert addigra vége lesz az, oké. Hát itt nem tudunk fölmenni. Micsoda? Patient, jézé. Az mi a szar ez a játék, de most komolyan. Megnézzük azt a ajtót. Szemetekbe. No, hát ezt már nem bírom. Jó? Eltévedtünk. Halló? Halló? Show yourself? Szia gázt? Szia gázt? Mert ha nem szívsz gázt? Kaphatod most a frászt? Öngyúfa! Baszki, ezt nem vettem észre. Remélem, hogy az öngyújtóban még maradt némi folyadék. Oké. Windows 95-ök. Medicines. Fel kell gyújtani? Ja lehet, kéne izéni gyertyázni, nem? Kéne gyertyázni ott a... Mi az? Kádná. És akkor kell kimondani itt a latin szavakat. Vártak, elbasztuk. Elfejtettem gyertyázni. Hát a fölmegyünk megint. A fura, hogy ott kinyitottuk ajtót és van ott egy kád. Biztos, hogy tudja, ki kell emelkedni onnan valakinek, értetett, ez nem csak úgy van az. Csak van egy kád, aztán izé. Annyi. Langyos leves meg ilyenek. Hát persze, hogy ott a gyertya. Mondom én! Gyertyázni tudtál még régen tornaórán? Hát majd biztos, hogy most is menne, nem? Jól meggyújtottam. És most mi lesz? Na most kimondom a szavakat, várj a fiam. Tu cui oblitus es, nunc liber est. 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 In nomino Paters Nosters, tu cui oblitus es, nunc liber est. In nomino Paters Nosters, tu cui oblitus es, nunc liber est. Noni. Én vagyok maga az ördög. Szabaszis. Szabaszis. Noni, van. Jó, valamit történnek itt most. Hát szia Letty! Na mi van, mi jó? Nagyot szia, hello! Milyen isten folyik itt? Demons idézések vannak most.
Hello, hello. Mi a fasz ez a játék? Szevasz, Foltos, hello. Lehet nekem már elég is volt az internet bű. Na, legyél már ilyen izé... visszahúzódó. Baszok, a kávém szót még nem ittam meg a picsába. Nagy hideg kávé. Most elénekelem nektek a Titanicot. Éjszakák és álmok, éjszakák és álmok, rád hágyok, rád hágyok, iszállok, iszállok. Nem bírom, semmi baj. Van itt valaki? Van itt valaki? Csinálj kávét, Nicolettos, csinálj, mert már én sem bírom. Igen, idegbe gyűlök már ettől a játéktól. Mi mindig nem csináltam meg itt a kárnál valamit, hogy mi a fasz van? Mindjárt befekszek én, kikötöm magam idedig. Kikötöm magam itt rendesen. Tu cui obitus est nunc liber est. Tu cui obitus est nunc liber est. 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 De a pontról volt szó, másik csatén, nem értettem az úr, hogy mit jelent a neved. Ja, hogy... nyit Max. Nyit Max testvér, nyit Max testvér, ijjáó. Nyit magsz testvér, nyit magsz testvér, ijj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 j
amúgy. Hova akarod hinni lett itt? Mi van itt most már megint? Jó, most nekifutunk itt. Én eljártam, mi a fasz. Begyújtottam a gyertyát. Várjátok, van még valami gyertya? Felolvastam itt a esti mesét. Amúgy voltak valami hangok, úgy lehet, hogy történt valami. Lehet, hogy ott a másik lépcsőn megmozdultak ott a zégszobrok. Lehetséges. Ott a büdék, oda nézd, milyen büdék. Egy büde-büde, telében pössentve a büdesz. A few moments later. Noni? Nicolettus, hát nagyon szépen köszi a 50 cheers-t. Köszi, köszi. Szavazz Duracell, hello. Egy mosásban nincs semmi. Hát, egy hátmosás után nem hiszem, hogy csak úgy izé. Eltávozások vannak, érted? Hogy azt mondanád, hogy jó, köszi, végeztünk. Iszok egy kávét, azt megyek. Nagyon szépen köszi a 100 cheert még itt az 50-es mellé, úgyhogy a 150-et köszi. Izgalom, igazad van. Köszi, köszi, Nicolettus. Ez mi a faszom ez a kampó? Ja, hogy ez a spriccelő. Ez szájba spriccelőnek hívják ezt. Jó, de én ezt nem tudom mi van itt most amúgy. Itten kónyolgok már fél órája és nem történt semmi. A fasz.
Jó, valaki mondja meg, hogy mi történik itt most? Miért nem tudok haladni? Most komolyan vissza kellett jönni ajtóhoz és megnézni, hogy be van deszkázva ajtó és nem tudunk kivenni. Most komolyan, most ezt kellett csinálni, most komolyan. Most komolyan valaki bedeszkázta ajtót? Komolyan. De most komolyan. Úristen. Elveszük a részletekbe én most. Jó, most remélem beagróztam a játékot örökre. Hogy most úgy rájöttünk arra, hogy úristen, ide most bezártak. Ki volt ez? Ugye ezek tipikusan azok a játékok, amíg valamit nem interaktálsz be, addig nem történik semmi. Úgyhogy most beinteraktáltuk ajtót, úgyhogy remélem most valami megmozdul. Valahogy hogy a balherénbe is megmozdul most már valami. De lehet, hogy a játékba is. Mert én válma itt a csoki szimulátorra rá akarok nézni, hogy milyen lett ez a játék. Nagyon kíváncsi vagyok. Úgyhogy idő... Ha-ho. Ki van ott? Show yourself. Szia, gázt. A Directors megérkezett, a Directors igazgató, oficiálba. Na. Hát de mi a fasz? Hát ez ajtó nyit ki. Hát ezt hallottam. Most a bezárt örökre. Én sem tudtam, mi az a nyitmag hívő vagy hívó amúgy. Én is csak azután tudtam meg, mikor megkérdeztem nyitmagtól, hogy mi az a név. Meg amúgy szerintem sokan így vannak vele. Kalandra hív a messzeség. Így megismerhetem. A Pokémonok hű szívét. Így ver oda be. A célom az, hogy jó legyek. Hűtársam oldalán. Oly sok a harc a küzdelem. Ennyire szereted visz? Hát, hogyha már valaki nem szereti a hangomat, ugye? Akkor már én már szeressem. Hello, szia. Hát te csak beszélgetek az emberekkel. Az volt videójátékban író, hogy itt szólogassam itt a népeket, hogy izé hallanak-e meg ilyenek, tudod. Hát te szoktad mondani, hogy ne beszéljek pustodalakba. De most már mi a faszom van már itten? Most már nem tudom már mi van itt, most már itten. Szerezd meg hát mint Pokémon. Ezért neked kéne csírelni nekünk. Várjunk, miért? Azért, mert most énekeltem? De baszki, nem a hangod miatt és csak a jobb a játékban, mert a geci hangos. Amúgy most a mikrofont elraktam geci messze. Majdnem a monitornál van a mikrofon és még így is kurva hangos. Nem tudom mi van. Haló. Mi a szar? Jó, most valaki mondja meg, hogy itt mit kell csinálni, egy szíves, mert mindjárt ezért tökön döföm magam be. Aha! Jó napot kívánok! Fölkúsztak idáig. Oda figyelj! Sziasztok bábukák! Azt a hegyke csöcsököt.
Az a baj, hogy hozzászokok itt a pusztatákony a nyomom. Az a baj, hogy hozzászokok itt a pusztatákony a nyomom. És amikor beszarok. Aha. És amikor beszarok. Aha. Jó napot. Jó napot. Magának világít a szeme, elnézést kívánok. Magának világít a szeme, elnézést kívánok. Talán flashlight van a szemeibe? Talán flashlight van a szemeibe? Nyomjon már egy F gombot. Nyomjon már egy F gombot. Aha, most már látom a körvonalakot, szia. Aha, most már látom a körvonalakot, szia. Most elindulok lefelé. Most elindulok lefelé. Lehúzom a gatyám. Lehúzom a gatyám. És megpafonyozlak fasszal. Értetted? És megpafonyozlak fasszal. Értetted? Úgyhogy jól viselkedj. Jól viselkedj. De még nem haltam meg. Nikolettus, nagyon szépen köszi még a 50-est. Köszi itt a 200-est. Cheers. Köszi, köszi. Nagyon kedves vagy. Köszi, köszi. Még. Az fontos. Mindig hozzá kell tenni. Hát soha nem tudod, hogy mit hoz a jövő, érted? Lehet, hogy egyszer egy kádba fogunk fürödni, Dávid, érted? Honnan tudod? Azért kell azt mondani, hogy még nem fürödtünk egy kádba eddig. Ez mindenkire érvényes. Honnan tudod? Jó, hogy jegyzetek vannak. Szóval. Nem akarom magam kitenni ennek. Nem akarom magam kitenni ennek. De úgy érzem, nincs más választásom. De úgy érzem, nincs más választásom. Ez tűnik a helyes dolognak, legalábbis számomra. Remélem, hogy jól döntök. Ó, uram, kérlek, segíts rajtam. Ó, uram, kérlek, segíts rajtam. Hidd el, lenne más választásod. Na várj, most nem tudom, elvesztettem a történet fonalát. Nem tudom, hogy hol tartunk. A kurva, nem ezt akartam. Azt a mekkora lakatszvágó van itt. Lakatszvágó van itt már. Amúgy eddig ez a horrorjáték egy rakásszar. Ezt így szeretném azért hangsúlyozni. Hogy most szippantak egyet ezért. Megiszom a radikálgat, oké? Okay? Lehet rosszul játszom? Nem hiszem. Nem. Itt már elején kifejtettem a véleményemet. Úgyhogy most ezt fölvesszük. Igen. Szóval, ha valaki nagyon engem akar megszólítani, akkor majd mondjátok, hogy izé felvidéki, tudjátok, hogy tudjam, hogy mi van. Mert most így elveszik így a történet folyamba. Ez ő? Hát ezt szülcsinapcsimra kaptam a Dávid és Nikolettusztól. Oké? Okay? Nem akkor történik, hogyha beszélek. Csak ott, csak ez ilyen opció a játékban, hogy lehet beszélgetni. Vagy beszélni, nem beszélgetni. Azt mondta a játék, hogy akkor is megy a történet azután, vagy ugyanúgy, hogyha nem beszél semmit. Szóval nem muszáj, csak én most ezt élvezem, hogy így ilyen vízhangos. Vízhangos. Mi ez a hang? Mi ez a hang? Sa-la-la, sa-la-la. Te melyik játékban nem élvezed, ha be lehet kajabálni? Hát ez igaz. Oda nézi, milyen pisike tároska van ott, pisike? Pisikécske? Pisikécske meg pisike... Azt a milyen inekciós tüveskék vannak itt. Aha.
rózsafűzérszek, nagy hamutárcák, azért ezek a jó, én is ilyen kórházba akarok befeküdni egyszer, hogyha véletlenül már izé, érted, már ilyenbe kell majd szarnom, hogy legyen itt hamutárca, mindent tudjak szippangatni, meg ilyenek. Ott a nagy családi képek, kereszt cicifixek a falon, azért klíma is van, azért ez nem szar kórház, érted? Klíma minden, cigiző, szarolda is van, érted, ki se kell menni, csak rögtön ott van a ágyad alatt. Milyen jó szagok lehetnek. Utáltál olyanba csurgatni? Én még soha nem csurgattam olyanba. Vedd fel a műtőszoba. Egybe. Ezt jól megmondtam. Szóval egybe ilyen. Ez egy nehéz szó. Egybe. Igen. Megvan. Aha. Milyen bordafúrók vannak itt? Jó napot kívánok. Vagy autóömelőnek is elmenne. Tabletta. Ez a fejfájása jönre biztos jól lenne valamelyik tabika. Szevasz, Richard! Szülés után sajna kellett meg, amikor a mellhártya gyulladásom volt. Nem kellettem ki az ágybú. És nem volt ott semmi, ápoló fiatalember, aki kézbe fogott volna és ráütetett volna a WC-re. Betty, hát hol élünk, bassz meg? Hol vannak a gálás lovagok ilyenkor? És hogyha rád jön egy nagy fosás, akkor mit csinálsz? Hát azt nem lehet abból a tálkába. Miért nem tudok kimenni? Halló? Srácok, megfogott a játék? Nem tudok megmozdulni. Szerintetek most hátra kéne tekintenem, és most nagyon megijesztenek? Van itt valaki? Van itt valaki? Vagy csak beakadtam, az is benne van a faktiba, hogy beakadtam valamibe. Persze megtörténhet az, hogy beakadtam, érted? Úgyhogy igen. Szóval felvettük a műtő kulcsot. Nő volt, az ágytalat alig bírta alám rakni, hagyjad már. Úristen. Halló? Halló? Kicsi lány, mondom, mi a szitu? Mi a fasz? Hagyja! De mi a szár? Fussál már, te hülye, fussál már! Mi ez a hang? Ez volt a zájtállas nő, a zájtállas? Mi volt ez te? Hát hagyjad már fejem! Megnézném a fejedet! Letti is így szokta kapcsolgatni öngyújtóját, amikor nem működik. Mielőtt nem voltál itt, és a unokahogom megtámadott volt előbb streamben amúgy, pont azt próbálgattam, hogy énekelgettem, és akkor úgy beszéltem, ja. Igye. Szia. Most nincs a vízhang. Még ilyenkor ugye késni fog a hangom a szánt.
Baszak, kurva jó. Jó, húgyozok már egyet, hogy itt vagyunk. Igen? Valami klotyóban vagyunk most. Lement a nap, hát itt van az este, gyönyörű látvány a Rozinak a teste. Lement a nap, hát itt van az este, gyönyörű látvány a Rozinak a teste. Azt a gyertyám van. Ennyiszer amúgy nem is szoktam csattogtatni, haló. Hát néha beindulnak ott a dolgok akkor. Csattogtató. Jó, de ki volt az öröpögős, jó? Ez ki volt az öröfimester most? Gargalizálódott a hangja. Garga farka. Nagy a tarka a barka. Csarka szarka. Barka farka tarka. Csarka barka. Marka. Kanga karga barga. Varga meg szarka. És érted? Nem tudom mikről beszélek a most srácok. Ilyenkor tudjátok, hogy hagyjatok a faszomba. Amikor most kiillem a hülyeségeimet. Ma megint a tepsivel verekedsz? Lötti. Lötty. Ja, srácok, képzeljétek el, hogy a étteremnek új neve van. Lötti megalkotta a, ugye a kebab shape-be. Az a étteremnek a neve, hogy Felvidéki Lötty. Szeretném ezt így elmondani nektek. És Felvidéki Lötty a mostani neve a éttermünknek. Na jó van, te csak ne beszélj nekem, doboz. Doboztáska. Ég a gyertya, ég. Ég a gyertya, ég. El ne aludjék. El ne aludjék. Ha megmozdul a fejed. Ha megmozdul a fejed. Lebaszok egyet. Lebaszok egyet. Az anyámot milyen bull. Az anyámot milyen bull. Oda néz, főgyújtsuk a lukát neki. Oda néz, főgyújtsuk a lukát neki. Oké, nem látunk semmit amúgy. Nem látok semmit, nem látok semmit. Az ég világon. Az ég világon. Valaki reszed. Valaki reszed. Can you hear me? Can you hear me? You are here. You are here. Show yourself. Show yourself. Kezi csókolom, jó napot kívánok. Maga el tudja mesélni, hogy mi történik itt? Ez mi a faszom? Viszlát, majd jövök. Semmit nem látok amúgy. Meg ne bazduljatok, babák, mert infartom. Hello. Hello. Mi történik? Ez, hello. Ez nem állt itt ez a csöcs. Hát de nem állt itt ez a csöcs. Ide gyűjt. Jó, bekerítettek. Be vagyok kerítve. Be vagyok kerítve. Fixed. Egy test. Azt mondja, ne totyogjál, úgyhogy nem látok semmit a játékban, az. Ha már izzad a golyóm is. Jaj, te ládáztál? És egyik se volt, nem? Doboz se, meg láda se. Ha bár doboznak, doboz volt. Elnézést kívánok, valaki tudja, hogy merre van a helyes út? Meg egy ilyen világító szemű, hörgő fiatal embert keresek. Ez ebben a vidékben itt, jó napot kívánok, hello. Szia, szia, Zoli vagyok, hello. Faszomat, semmit se látom. Kezi csókolom, hölgyeim, kezi csókolom. Mindig is ennyi nő társaságába szerettem volna lenni. Amúgy szerintem nem erre kell jönni, mert itt jöttem föl, érted? Itt jöttem föl, úgyhogy valószínűleg
És főleg így mesztelenül azért, azt hozzá kell tennem. Érted, aki egy nők társaságában, de azért ilyen mesztelenyek legyenek, mesztelenyek is el legyenek felöltözve. Mesztelenyen legyenek felöltözve, oké? Okay? És így azt a kurva oda néz, meg van feküdve, seggel nekem. Ami ez már picit félelmetes. De mi a fasz kell itt fölvenni? Kérem, mutassák az utat, hölgyeim! Hová előre? Jó felé gyövök? Most valaki úgy szájba fog teríteni. Az meg! Halló? 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 Heli csókoló. Heli csókoló. Aha! Ezt a kulcsot találtuk meg, a műtőt. Nyögjek egyet a játékba? Hol vagy, baby? Ez az fog meg a tökönte disznó. Igen, jó. Na, ez az. Jó, ide most bemegyünk a műtőbe. Halló? Van itthon valaki? Műteni való fiatalember, fiatalasszony? Na, nagy olvasásokba leszünk most. Narcisztikus? Én elég sokfajta vagyok. Be akarom fejezni, mindent elvesztettem. Senki és semmi nem maradt nekem. Mindenki és minden eltűnt, most már minden rajtam múlik. Talán ez a vég? Talán tényleg vége, mondja itt valaki, aki leírt. Idegen, mi van, ha ezt az ingatlant, amiről az... Ja, idegen. Mik ezek a fények? Valaki odakint? Segítséget kell kérnem, azt mondja. Help! Help me, baby. Jó, de most valami ide bejöttünk. Érted, megtaláltuk ezt a kulcsot itt most, ott lent, a poklokba. Kikövezték nekünk a csajok a utat. Megmutatták, hogy merre van itt arra. És az nem igaz, hogy nem találunk itt semmit. Ez egy szippantó. Szippantó valami. Aha! Jó, az sehova. Örülnék, hogyha lenne picit több fény a játékban, és akkor sokkal jobban lehet látni itt dolgokat, de hát ezért érted. Legalább egy kés vagy valamit fogjuk már meg. Most nem tudom pontosan, mi a narcisztikusnak a megfelelője amúgy. Úgyhogy ha leírjátok, akkor megmondom, hogy olyan-e vagyok. Azért mondom, hogy írd le, és akkor fogom tudni én is. És akkor nagyon jó napot kívánok. Meggyújtom a bimbédet, sadadadalala. Elsősorban ott hazudnak, ahol csak tudnak, szóval ezre, akkor ez kurvára rep. Nagyon rossz emberismerő vagy, Duracell. Azt kell, hogy mondjam neked. Kevésszer voltál itt, látod? De most megint mi a fasz? Na várja, ugye azt mondták, meg kéne nézni, segítséget kéne kérni. De hogyan kérjünk segítséget? Most lemenj. Ne nézzél most engemet, légy szíves. Most vajon menjünk le? Segíts.